Sziasztok srácok, én Viccelek vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb videóba, ami ezúttal egy TF2-es videó lesz, mivel elég sokan írtátok, hogy szeretnétek még, hogy játszok ezzel. Hát úgy voltam akkor, hogy miért is ne, megpróbálkozom vele. Viszont egyébként, ami először nekem szembe tűnt, az az, hogy beléptem, és annyi újdonságot láttam hirtelen, hogy azt hittem, hogy másik játékba léptem be konkrétan. Tehát valamilyen szintrendszert is beraktak, az egész játékkeresés is már máshogy néz ki. És éppen ezért én arra gondoltam, hogy esetleg nagyon érdekelne titeket ez a sorozat, akkor én mindenképpen utánolvasnék a dolgoknak, kiderítenem, hogy mi mire jó, és újra komolyan venném az egész sorozatot, és úgy folytatnám, ahogyan eddig is régen volt. Úgyhogy arra gondoltam, srácok, hogyha összegyűlik ezen a videón a 800 like, akkor abból tudni fogom, hogy ez igenis érdekel titeket, és akkor azonnal jönni is fog a következő videó. Úgyhogy ez igazából egy kisebb fajta ilyen felmérés, hogyha mondhatom így, hogy valójában tényleg mennyi embert is érdekelne ez az egész sorozat. Úgyhogy ja, legyen az, hogyha összegyűlik a 800 like ezen a videón, akkor jön is a következő TFS videó. Hogyha esetleg nem érdekel titeket, akkor ne nyomjátok meg a like-ot, és akkor ebből tudni fogom, hogy nem érdekel titeket. Jó, tehát akkor most ezt egy gyorsan elmondtam, mert ezt ugye gyorsan akartam mondani az elején, még mert elfelejtettem volna. Koncentráljunk is akkor kicsit inkább a játékra, ugyanis ezúttal a Spire fog... De hülye vagyok, hát nem is volt rajtam az álcám, hát még jó, hogy észrevett. Tehát ebben a videóban most Spire-ral fogok játszani, ami egyébként elég nehéz vállalkozás tud lenni időnként, úgyhogy megpróbálom a lehető legjobbat kihozni ebből az egészből. Ott volt egy hátbaszúrás, és közben meg is haltam, yes! Jó, igen, egyébként az volt az egészen a probléma, hogy jött csapattársunk Pyro, aki hirtelen elkezdt őket égetni, ezért mindenki megfordult, és észrevettek engem, és meg is öltek. Jó, hát ez is sajnos nem lett. Egyébként mik ezek a random kitűnt? Jó, most látni fogjátok, hogy egyes szintű vagyok, de hát nyilván mivel már vagy fél éve nem is léptem be egyáltalán a játékba, így hát nem tudtam nagyon szintet lépni, és ezért vagyok egyes szintű, vagy nullás szintű, vagy nem is tudom, hogy hányos szintről indulok. Jó, itt most akkor felmegyünk, reménykedünk, hogy senki nem fog minket eltalálni, mert akkor ugye már látszódnánk. És szerintem változunk vissza, és menjünk át mondjuk inkább snipernek, az úgy hihető, hogy itt hátulról sétálgat szépen előre, néződik, hogy hol vannak az ellenfelek, megölöm közben egy heavyt is, akit nem ölt meg sajnos, mert nem sikerült, de aztán megölte, mert sikerült utána. Szaladj, 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 50 HP, szaladj! Egyébként az a baj, nem tudom pontosan már, hogy hol vannak a pályákon a HP-k, illetve az egyéb dolgok, úgyhogy hát így rohangálok is, reménykedem, hogy esetleg találok egy kis HP pakkot, vagy egy kis lőszert. Na, hát egyébként elkezdték elég gyorsan vinni a kocsit, és mik ezek a lagok egyébként így időnként, ez egy elég idegesítő. Jó, hát egyre kevesebb HP-m, hogy itt esek le mindenhonnan. Először őt, aztán ezt, aztán pedig támadás, és egy másik oldalról támadunk, úgy értem. Jó, ez egy egészen jó volt, azért leszettünk, vagy négy embert, leszettük a szentriét is, és túl is éltük ezen felül. Tehát azért ennél jobban, és meg is állítottuk egyébként a támadást, ne. Ez most nagyon feltűnő volt. Azt hitték, hogy felmentem. Nem hitték azt, hogy felment. Ó, de mik ezek a lagok, srácok, ez engem egyre jobban idegesít már. Lehet, hogy velem van valami probléma már, mint a gépemmel, vagy nem is tudom pontosan, mivel lehet a probléma, de... Na mindegy, reménykedjünk, hogy jó lesz és megjavul. Jó, az ott velem van, viszont én amint itt le fogok ugrani, elkezdem őket itt ölni. Jó, ezt megint elcsesztem. Az a egyébként mindig elfelejtem, hogy nekem álcába kell lennem, mert különben meglátnak engem. Mert hát ugye felállok ide, hát itt nyilvánvalóan nem fog állni egy random sniperük. Azt mondom egyébként, hogy ugorjunk is le. Hamarabb kell, az egy visszavágó, azt nem szúrjuk le. Őt viszont leszúrjuk, elhozzuk a heavyt is. És hogyha már ilyen nagy Usain Boltos sprinteket letolunk, akkor már elhozzuk szépen a... De mik ezek egyébként? Halljátok ti is a hangokat? Mármint, hogy én konkrétan nem tudom, hogy állítottam be a hangot, de elvileg hallani kell nektek is egy kicsit. Szóval konkrétan hallom, hogy megszúrtam, és nem hal meg, és nem történik semmi. Szóval nem tudom, hogy mi lehet a probléma, illetve kivel lehet a probléma, illetve hogy velem vagy a szerverrel, tehát értitek, mire gondolok, de ezen valamit javítani kell. Ez a Pyro viszont sajnos túl okos, és azt nem szeretem, amikor egy Pyro túl okos, illetve azt sem, amikor leugrik mellém egy Soldier, és meg kell, hogy jöjjön. Ó, szerencsém volt! Jövünk, ezt elhozzuk, őt is mindjárt elhozzuk, gyorsan, megvan srácok, nagyon-nagyon izgalmas ez a játék, komolyan mondom, az egy sniper, ne, jó, azt hitt, hogy arra vagyok, ne, jön utánam, jó, nem jön utánam, szerencsére nem jött utánam, akkor azt mondom, hogy itt lassan vissza is változhatunk akár, és elkezdjük megint hozni őket, egyébként 11 ölés és egy halál, hát ez elképesztő emberek, 11 ölés és egy halál. Jó, ez nyilván nem egy nagyon nagy stat, ami igazából, hát igen, nem is annyira jó stat, de nekem azok után, hogy nem játszottam egy csomó ideje már, azért eléggé meglepő, hogy tényleg egy ilyen statot össze tudtam hozni, úgyhogy srácok, azért becsüljétek meg, hogy tényleg próbálkozom. Úgyhogy azt mondanék, hogy tényleg egészen élvezem ezt a játékot, és talán szívesen csinálnék még ilyen videókat is, úgyhogy nyugodtan érezzétek, tehát egy like-ra, hogyha úgy érzitek, hogy érdekel titeket.
Na, ezeket is szépen felszedjük, keresünk egy HP-t, ami azt hiszem, hogy itt fent lesz valahol. Igen, ott volt, úgyhogy ezt el is hozzuk. Majd pedig most már váltunk inkább demo-manre, mert túlságosan sok ideje vagyunk másnak. Itt át lehetem ugrani? Ó, át lehet itt ugrani. Ó, azt hittem, hogy belesétáltam. Ez nagyon durva volt, emberek. Azt hittem, hogy belesétáltam abban a nagy boostolt lövésébe. Hát mondanom sem, hogy rögtön meghaltam volna. Kicsiket elkezdünk hátrálni. Ő volt az a zombi, az a szemétláda, aki meg akart engem ölni. Jó, hát egyébként mindjárt széttörik itt a széke, amit annyit össze is ugrálok, meg vergődök már rajta. 15 másodperc komolyan, mire újra tudunk születni, ez a rengeteg idő. És már mindjárt az utolsó ponton vannak. Jó, az már egyszer látszik, hogy nagyon szorul itt már a hurok. Komolyan. Aj, mondjuk egyébként az előbb én is egy ilyet játszottam, de én legalább követtem és továbbra is megpróbáltam meg. Ó, ez hova visz? Ez egész jó nekem itt. Már csak innen kéne vagyon kikerülni. Jó, itt egy kis lőszer. Egyébként igen, mint láthatjátok, most annyira nem hiszem, hogy be kell mutatni a loadoutomat, de az alap órát használom. Melyik is ez a kés? Nagy hal talán? Vagy nem is tudom már, mi ez a kés. Ezt használom, illetve a Lit Ranger, ami a pisztolyom. És hát ugye a kés miatt van kevesebb HP-m. Viszont ezzel együtt, amikor valakit megölök, akkor tudok egy kis Usain Boltos sprintet lenyomni. Ez már nekem csak ezt fogja jelenteni, egy Usain Boltos sprint. De igazából a megnevezés az, hogy kapok egy kis boostot. Valamint, hogyha álcázom magam, akkor itt tudok felszedni lőszercsomagokat, és akkor ebből kapok plusz álcát. Na, itt egyébként egész jó helyen vagyok. Egy kis hangot még ráteszek közben, mert nem igazán hallom, hogy jönnek-e. Jó, elkezdjük őket vinni, ott a demoment is el kéne hozni. De miért, emberek, miért? A srác elkezdett futni a csapattársam rá, megforult, lőtt egyet, felrobbantotta magát is, és megölt engem is. Hát én teljesen kész vagyok. 13-3, és ez úgy, hogy ebből kétszer is csapattársaim miatt haltam meg, de komolyan. Jó, akkor legalább védjétek meg a kocsit, mert most már mindjárt elkezd visszafelé gurulni. Vagyis hát, ja, igen. De most már igen, 20 másodperc is elkezd visszafelé menni. Most már nem, mert valaki oda sétált. Pyrot innen el kéne hozni, megvan. És most pedig álcával együtt elszaladunk, és szépen hátulról leszedjük őket, most még legyünk Soldierrel. Ott az a krites rakét, hogyha átlát volna, akkor az úgy elég rosszul jött volna ki. De szerencsére nem talált el, viszont itt most aztán elkezdjük a futást, és sorba szedjük le majd őket. Itt az első nagyon szép kis szerencsés szúrásunk volt ezzel, szerencsére nem is nagyon figyelt. Itt a következő. Egyébként ez a boost, ez nagyon-nagyon hasznos tud lenni, ezt már így észrevettem. Mivel tényleg valakit megölünk, és tudunk is következő emberünkre ráfutni, akit is. És mellé szúrtam. Ez köszi, ez most így jól jött ki, hogy átrobbantott engem ide. Itt viszont van valami egyáltalán? Itt igen, itt van bizony az, ami kell nekünk. Innen most. Ez viszont nagyon-nagyon nagy spy. Mi volt ez? Srácok, ez mi volt? Ilyen corners többet kaptam. Jó, ennyi volt. Nem, egyébként ez egy szép corners több volt. Attól független, hogy igazából nem is számítottam rá, hogy itt ilyenekkel is majd oda kell figyelnem. Igen, azért az, hogy fél évig nem játszottam, hát így. Azért így már másik gondolkodik az ember, nem számít arra, hogy mondjuk itt egy corners többet tud kapni, ott meg éppen ezt meg kell, hogy ölje, vagy ilyesmi. Úgyhogy ja, most oda fogok rá figyelni, hogy ne. Innen most akkor viszont menekülünk, és azt hiszem, hogy itt körbe kéne most mennünk. Az egy jó megoldás lehetne. HP az már van. Jó, akkor most reménykedünk, hogy nem fognak lőni, és sikerült átfutnunk. Jó, az a sniper az ott nekem mondjuk nagy ellenfelem lesz, mivel... Ne robbansd fel, Éci, ne robbansd fel azt a kibombot! Nem robbantotta fel, de itt van viszont a sniper, akit mondtam is. Jó, elkezdünk futni. Jó, köszi a demo, mert most viszont megmentett engem. Most végre a csapattársa mentett meg engem. Ez az. Jó, ott egy sentry. Azt kell nekünk majd mindjárt elintéznünk. Először ezt a demo mentét leszedjük, mielőtt bármiféle problémát okozna. Majd pedig a boostot felhasználjuk arra, hogy elfussunk. És talán már nem is számít arra, hogy én itt vagyok a közelében, de egyébként számított rá azért, mert lövöldözött. Itt az új lehetőség, itt felmegyünk. Ezeket itt összeszedjük, és ezt nézzétek, srácok. Amit most látni fogtok, az nagyon szép lesz. Legalábbis nagyon remélem. Ott a izéjük, engineerjük, és tudja... De egy ütésből hogy öl meg amúgy? Volt vagy 100 HP-m, nem? Vagy lehet, hogy ez ponton is sebez? Hoppá, ez egy kicsit akkor így benéztem. Nem tudtam igazából mennyi sebezés, hát így reménykedtem, hogy nem fog megölni. Egyre rosszabb lesz egyébként már a statom, de most ezt nem is azért játsszuk, hanem azért, hogy szórakozunk egy jót. Ez a spy pedig egy olyan taktikát használ, hogy végig rajta áll a kocsin. Ez egy jó dolog egyébként. De én most ezt nem akarom megtenni, hanem megyünk továbbra is, és szedjük le őket szépen hátulról. Mivel legyek most? Legyek mondjuk demo mennel. Azt hát, ha nem nagyon fogják így figyelni. Jó. És hogyha átugrok és fel tudok menni... Jaj, nem, mert én mindig ott van a mérnökük. Jó, akkor ez mégis annyira egyszerű, mint én azt gondoltam. Legyünk inkább sniperek.
átmegyünk. Hogy mondjuk engem most lát? Nem látott, nem látott, nem látott. Megvan, megvan, ezeket gyorsan le kell szeppelni, és most még szaladunk. És látszok, hogy ezeket most le tudjuk mindet szedni, az nagyon-nagyon jó lesz. Ne! Véletlenül kinyomtam az álcát, ne is meghaltunk, de... Legalább leszedtük az épületeit. Egy szentrigánt szedtünk le, legalábbis azt most írja. Ó, és ott egy teleporter, aha. És ez a spy is egyébként arra gondol, amire én. Szépen hátba szurkálja azokat, akik ott kijönnek. Vagy hát nem, hanem inkább lelövi. Egyébként ez is egy jó megoldás. Jó, egyébként elkezdett szépen visszacsúszni a kocsi. És már csak 5 percük van arra, hogy ezt bevigyék. Úgyhogy ne, megint jönnek. Ne, vigyétek vissza. Verjétek őket vissza. Jó, már csak 5 percet kell amúgy kibírnunk. És mi volt? Ó, valaki átlőtt a masinával 2 emberen keresztül. Mármint átlőtt 2 embert a masinával. Jó, itt most ki. Ott volt egy spy. Snáj, hát már össze-vissza beszélek. Itt most átmegyünk, felszedjük itt az összes vasat, és reménykedünk, hogy ez nem tűnik fel nekik. Itt szépen visszaváltozunk, és megnézzük, hogy itt van még, nincs itt már a sentry, vagy a sentry, a teleporter. Igen, ott van viszont ismét az engineer, aki már számít arra, hogy egy nem kívánatos látogató fog itt eljönni hozzá, és most mi meghaltam. Ez engem most halálra fog sajnos égetni. És igen, nem menekültem meg. Egyébként, hogyha azt nézzük, akkor azért egész jó ez a játék, tehát konkrétan támadnak is, viszont mi is jól védekezünk, úgyhogy egy egész kiegyenlített játék lett. És azt mondom, hogy én ezt élvezem is konkrétan, én tényleg élvezem, csak az a baj egyébként, hogy túlságosan koncentrálok, és hát így annyira komolyan veszem, hogyha meghalok, akkor is szinte nem az ideges leszek, de rosszul esik. Na viszont, amit el akarnék nektek még mondani, az az, hogy ha esetleg van bármiféle olyan tippetek, ami újdonság a játékba, és úgy érzitek, hogy nekem érdemes lenne ezt kipróbálni, akkor nyugodtan a kommentekben nekem tudtok írni, akár nem tudom azt, hogy mi a játéknak a neve, miről szól, hogyha akarjátok, azt is leírhatjátok, de azt majd megnézem. De lényegében tehát azt akarnám nektek mondani, hogy ha van egy olyan játék, amit érdemes lenne nekem játszani, úgy érzitek legalábbis, akkor azt nyugodtan írjátok le, és azt én ki fogom majd próbálni. Ott volt a Sentry, azt akartam volna inkább leszedni. Jó, akkor most viszont már csak 3 percük van, de az a baj, hogy túlságosan közel vannak. Úgyhogy most nagyon oda kell majd nekünk figyelnünk. Hogyha azt a Sentry-t egyébként le tudom majd szedni jobb oldalt felül, és egyébként le is tudom szedni, mert hogyha az be akarja valaki ott védeni, mondjuk egy mérnök, azt hátba tudom most simán szúrni, mert csak egyfelől tudok oda menni, szóval egyfelől tud csak védekezni. Na nézzük. Itt most szépen kimenjünk, azt a vasat is mondjuk felvesszük. Oké. Okay. Menjünk, ne robbansz fel, ne robbansz fel. Jó, király. De az a baj, egyfolytában látnak engem, és már fel is gyújt. De mik ezek az emberek, halljátok? Ekkora szerencséjük van amúgy. Amúgy nem szerencsé, csak annyira bénán megyek. Tudom, hogy annyira bénán megyek, hogy rögtön meghalok, de az a baj, hogy túlságosan gyorsnak. Nem vett észre, hogy ott egy kém. De az én ellenfelem persze tudja, hogy mi az, hogy kém. Tudja, hogy ha meglátnak valamit, azt meg kell ölni. Ez meg észre sem vett, hogy neki ment egy kémnek. Na mindegy. Tehát az már az viszont biztos, hogy meg kéne kicsit változtatni az én támadási stratégiámat, mert hogyha pont középen sétálok, pont 20 ember között, akkor nyilván meg fogok halni. De ez igazából azért volt így, mivel gyorsan akartam volna mögéjük kerülni, hogy gyorsabban meg tudjam őket ölni, de most egy kicsikét inkább lassítunk és megpróbáljuk úgy, hogy kicsikét nyugodtabban megyünk mögéjük, viszont biztosan vagyunk és megölünk mindenkit. Na középként itt adják az infókat is, ami egész jó, mivel ilyen egész jó kis hangulat lesz a játéknak, hogy tényleg ők is komolyan veszik. Jó, szépen visszajövünk, és most aztán leszedünk itt majd mindent. Elvileg, aha, itt vannak a dolgok, amiket nekünk itt el kell intéznünk. De honnan sebez amúgy? Ugye a Sentry-je előtt eddig, nem már? Ja, ott is van egy Sentry, jó. Hát de azt a Sentry-t viszont az égvilágon senki nem védi most úgy őszintén. De itt is van egy mérnök, akit most le kéne szúrni, de addig nem fogok tudni elmenni. Nem baj, legalább most meghal. Innen szépen elmegyünk. Ugye most ott a Sentry, basztus, mindig elfelejtem, hogy egyfolytában a Sentry-től halok meg. Jó. Legalább leszettük a dispensert és leszettük a heavy-t. Egyébként azon gondolkodom, lehet most inkább át kéne állni egy kicsit demo menbe, hogy pár robbantással tényleg ki tudjuk szedni azt a jobb felső Sentry-t, mivel az olyan helyen van, hogy egyszerűen mindenkit meggátol itt a munkájába. Vagy nem, tudjátok mit? Most mi megpróbálkozunk megint innen menni. És egyébként közben nekem beszélnek, vajon az a baj, nem igazán hallom, mivel levettem a hangot, hogy ne üvöltözön itt a fülembe. Mi véget ért? Nem, egyébként ettől függetlenül egy egész jó kis játék volt. Én azt mondom, hogy egy visszatérő kis TF2-es videónak kb. Fél év után egészen jó volt. Én ezt így élveztem. Ennél többet szerintem nem is kell. Ugye srácok, még egyszer mondom, hogyha szeretnétek, akkor 800 like után jön a következő videó. És hogyha ezen felül pedig azt is szeretnétek megmondani, hogy mit játszak, akkor írjátok le kommentbe, hogy mi az a játékmód, ami esetleg érdekes lehet. Vagy egyszerűen csak szívesen megnéznétek tőlem is. Úgyhogy ez lett volna mára. Legközelebb találkozunk. Addig is még sziasztok.